Szép napot! Szép napot! Ez itt a Garmin Instinct, de mintha 2 éve már készítettem volna erről egy videót. Ugye ez volt a Casio megjelenésű, durván strapabíró GPS-es sportóra, és most itt van újra egy kicsit nagyon felturbozva, mert egyrészt többféle speckó verzióban is kapható, erre majd mindjárt visszatérek, a csuklós pulzusmérője már véroxigén szintet is mér, és a teljes hivatalos neve ezentúl Garmin Instinct Solar. Mert hogy napelemes, vagyis Power Glass-os. De nem is akárhogy, mert nem csak megörökölte a Garmin Fenixek napenergia hasznosító képességét, még túl is szárnyalja azokat, hiszen jóval nagyobb felületű szolárpanelünk van, itt ez a fényes rész, ez itt mind 100%-ban napelem, illetve a kijelző alá is valahogyan bevarázsolták, ami ugyancsak 10%-os hatékonyságú, de azért ott van. És azon túl, hogy a napelem kihasználása nélkül is közel dupla annyi ideig bírja egy töltéssel, mint az előző Instinct. Ha kellően hatékonyan tudjuk befogni a napsugarakat, akkor okos óraként majdnem 2 hónapig működik egyetlen feltöltéssel. Azt azért tisztázzuk, hogy ez a Power Glass nem pontosan úgy működik, mint egy napelemes töltő, vagyis nem tudjuk nulláról feltölteni a kütyünket, viszont arra nagyon jó, hogy jelentősen, és ezt értsd úgy, hogy jelentősen kitoljuk az akku üzemidejét. Ha aktívan használjuk a GPS GLONASS egységet, vagyis tevékenységet rögzítünk, akkor akár 38 órás ultrákat is tudunk vele nyomni. Ha akkukimérés üzemmódon rögzítjük a tevékenységünket, akkor akár 70 órás teljesítménytúrára is jó lehet, illetve expedíciós módban több mint 2 hónapunk van, és szuper batteri saver beállítás mellett, amikor hétköznapi óraként csak az időt mutassa, elvileg végtelen ideig el tud ketyegni. Ez utóbbi azért van annyira izgalmas, hogy leteszteljem, úgyhogy ennek bizonyítására hívom MZ-periksz haveromat. MZ-periksz, MZ-periksz, jelentkez! Jelentkez! Kapsford! Működik még? Iknik! No látjátok, szóval az üzemideje valami fantasztikus lett, és ez azért is jó, mert annól körbekérdeztem a hagyományos butaóra tulaj outdoor ismerőseimet, hogy miért ragaszkodnak még mindig a hagyományos butaóráikhoz. És akkor elsősorban az üzemidő volt a fő szempont, nem akarnak túrázáshoz, hegymászáshoz powerbankokat cipelni magukkal, vagy legalábbis nem az órájuk kedvéért. És tessék itt az óra, amihez nem is kell powerbank, legalábbis jó sok ideig nem. Ugye ahhoz, hogy ezeket a jó értékeket produkálja az Instinct, nagyon egyszerű kijelzővel rendelkezik, de ezzel együtt találunk rajta widgeteket, okos értesítésekre is jó, és rengeteg különféle sporttevékenység rögzítésére tudjuk használni. Azon túl, hogy napelemes több különböző verzióban született újjá. Ez itt a sima, vagyis nem. Ez itt a sima. Többféle színben kapható, van 2 féle kamuflázsos változata, illetve van szörfös meg taktikai változat. A szörfös verzióban van dedikált szörfös tevékenység, illetve árapály adatokat is szolgáltat, míg a taktikai kivitel számlapját akár éjjel látóban is le tudjuk olvasni, és egy gyors gombnyomással ki tudjuk kapcsolni valamennyi rádiós funkcióját, GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Így már csak egy kis sárral kell bekönünk az arcunkat, és könnyedén el tudunk rejtőzni a minket kereső gyilkos drónok elől is akár. Ugye annak idején nem áthallottam azt mondani a Fenix 6x Pro Solarról, hogy a napelemes technológia ugyan mérhető előnyökkel jár, még nem feltétlenül a nem tudok kategóriába esik. Vagy nem tudom, hogy ezt mondtam-e, de így gondoltam. Az Instinct esetében a diszkrét energiaigényt ötvözve ezzel a nagy napelemes felülettel, azonban már valóban olyannyira csábító az Instinct Solar, hogy ha Instinctem lenne, akkor gondolkodás nélkül cserélném le egy Solar verzióra. Csak hát én inkább egy ilyen Fenixes srác vagyok. Na. És ha már szóba jött a Fenix 6x Pro Solar, akkor azért megmutatom az egyik idei ráncfelvarrott Fenix 6-ost, ami egy sima 6-os, szóval nem az X-es méret, aminek tavaly még privilégiuma volt a napelem. Az idei újdonság tehát az, hogy már valamennyi méretben, a 6S-ben, a sima 6-osban és a 6X-ben is ott virít szépen körben a napelem, meg a számlap alatt is elbújva. És még a nem pro verzióban is ott van. Szóval nagyon úgy néz ki, hogy a Garminnak komoly elképzelései vannak a napelemes technológiával, és nem csak egy csili-vili parasztvakításnak kapta meg a tavalyi csúcsmodell. Az Instinct szerintem jó bizonyíték rá, hogy valódi előnyökkel jár a Solar technológia, és nem mondanám, hogy telhetetlen vagyok, de ezek után én nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig tudják még tovább fejleszteni ezt a feature-t. Ha tetszett, amiről beszéltem, akkor nézd meg a magyar nyelvű Garmin.hu weboldalon a teljes Solar kínálatot. A videó leírásában benne is van a Solar órákhoz a direkt link, és kövesd a Mozgásvilág YouTube csatornáját. Szép napot! Szép napot! Szép napot! Szép napot!